ez az új nemzedék. Egy hét múlva kezdődik az 52. Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus. A nagy esemény mellé több híres személyiség is odaállt, mi kettőt hívtuk meg most közülük, Tóth Gabit és Eckler Lucát. Tóth Gabi énekesnő. Egy 2005-ös tehetségkutatóban elnyerte az év női hangja címet. Azóta számos showműsor zsűri tagja, mentora volt. Dalai rendszeresen szerepelnek a slágerlistákon. A Gabi, amióta 2005-ben reflektorfénybe került, gyakorlatilag folyamatosan ott is van. A showbiznisz világa sok-sok áldozatot követelt meg tőle, ami miatt picit úgy érezte, hogy elhagyta gyökereit. Mostanra azonban újra visszatalált. 2019-ben férjhez ment Krausz Gábor séfhez, és decemberben megszületett kislányuk Hanna Róza. Tóth Gabi a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus önkéntes hírnöke. Eckler Luca világcsúcstartó, világ- és Európa-bajnok magyar paraatléta. 2009. októberében sztrókot kapott, melynek következtében lebénult a bal oldala. Fokozatos fizioterápiás és gyógytornás kezelés után az állapota javulni kezdett. Ebből mára a bal kézfején maradtak látható tünetek. Gyermekkorában versenyszerűen teniszezett, ezt bénulása miatt nem tudta folytatni. Felépülése után több sportot is kipróbált, végül az atlétikára esett a választása. 2017-ben a Testnevelési Egyetemen kezdte meg tanulmányait, és Budapestre költözött. A rögzített adásunk idején Luca éppen a tokiói paralimpián vesz részt. Eckler Luca szintén a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus önkéntes hírnöke. Amikor kerestünk titeket, hogy jöjjetek, akkor mindketten nagyon örültetek annak, hogy beszélhettek majd a kongresszuson való részvételekről. Miért volt bennetek ez a nagy öröm? Luca? Átadom a szót neki. Én azt gondolom, hogy ez már egy külön öröm, hogy a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak a részesei lehetünk, főleg az, hogy önkéntes hírnökök lehetünk. Én nekem azért jó dolog ez személyesen, mert azt gondolom, hogy a hit minden embernek egy nagyon fontos és mégis nagyon különböző dolog, és örülök, hogy ennek úgymond a hírét vihelhetem, és azáltal talán még több emberhez eljut. Én mindig próbálok a zenén keresztül a hangokban is reményt, hitet adni az embereknek, és úgy éreztem, hogy ez egy annyira emelkedett esemény, ahol egy ilyen beteljesedés lehet a hitben, abban, hogy ezután, főleg a másfél év után egy igazán fontos része lehet az emberek lelkében, hogy feltöltsük hittel, reménnyel, úgyhogy én ezért abszolút úgy éreztem, hogy önkéntes hírnökként szeretnék részt venni ebben a történetben. És erről beszélni, ez is jó, nem? Beszélni még jobb róla, mert nem tudom, azért valamilyen furcsa büszkeséggel tölti el a lelkemet, hogy itt kis hazánkban is egy ekkora esemény helyet ad, és eljönnek világszinten vallási vezetők, és együtt imádkozhatunk. Luca, az is érdekes, hogy miután adásunk rögzített adás, te most egyszerre két helyen vagy jelen, egyszer itt, és a tokiói paralimpián. Így van, valószínűleg az adás előtt nem sokkal mi elutazunk Tokióba, és ha jól tudom, akkor az adás napja előtt én már az első versenyszámon a 100 méteres sífutáson már túl is leszek. Úgyhogy hát azt tudom mondani, hogy ezt is, meg azt is nagyon várom, és remélem, hogy mindkettőn ott leszek, az adásban meg egyszerre, úgyhogy... Kicsit lépjünk hátrébb, mielőtt a kongresszusról beszélnénk, mert mindkettőtöknek van egy-egy története, ami nagyon-nagyon érdekes. Luca, neked 10 éves korodban volt egy fordulópont az életedben. Kicsit erről mesélj, hogy ezt hogy élted meg. Igen, így van. Én 10 éves voltam, amikor egy stroke következtében a bal oldalam lebénult, és tényleg, ahogy mondtad, ez egy fordulópont volt, mert egy kicsit más lettem. És megmondom, hogy szintén ez sokáig nem volt olyan feltűnő, tényleg most is, amik vannak maradványtüneteim, amik hátra maradtak ebből a bénulásból, azok nem mindenkinek talán feltűnők, de mégis ez helyet adott nekem a parasportolók és azon belül a paraatléták között, és ezért is készülhetek én most a paralimpiára. Úgyhogy így röviden talán ennyi az én történetem, de azért ez a 10 év, tehát, hogy... ez elég hosszú volt, nem csak a sportterén, meg tényleg az életben, hanem így az önelfogadás és minden más is. Az, hogy tényleg elfogadjam a fogyatékosságomat, és most büszkén álljak úgy itt, hogy igen, én mint egy parasportoló, mint egy paralimpikon lehetek most itt. Ha visszaemlékszel erre a 10 éves korodra, akkor
Mennyire volt neked ez, nyilván nehéz volt, csak hogy gyerekként ezt átélni, mi az, ami segített akkor neked? Ami mindenképpen segített, az a szüleim támogatása, és az egész családomé, valamint az, hogy a barátaim is bejöttek meglátogatni. A családom egy napra sem hagyott egyedül a kórházban, amikor benn kellett maradnom a bénulásom után. Ez nagyon sokat segített, és igazából nem is akkor, 10 évesen volt nehéz, mert tényleg én csak menni szerettem volna, játszani szerettem volna, tényleg azon voltam, hogy minden újra olyan legyen, mint a régi iskolába járhassak és edzésre mehessek. Viszont utána az a 10 év, amikor elkezdtem serdülni, és én is érzékeltem már, hogy egy kicsit más vagyok, kicsit máshogy tudom megcsinálni a dolgokat. Ez volt az, ami tényleg nehéz volt, de tényleg az, hogy itt is a családom és ugyanúgy a barátaim végig mellettem álltak, és elfogadtak úgy, ahogy vagyok. Ez nagyon sokat segített abban, hogy én is elfogadjam ugyanígy magamat. És egy hívő család voltatok, nem? Vagy vagytok? Igen, így van. És ez segített? Ez is nagyon sokat segített. Azt gondolom, hogy ez egy alapot adott az egész életemnek. Tényleg így keretbe foglalja, és megvannak azok az értékek, azok az erkölcsi dolgok, ami nek az útján tudunk így mozogni. Erre majd még visszatérünk. Gabi, a te életed egy nyitott könyv tulajdonképpen 16 éves korod óta, amióta felfedeztek téged. Szinte majdnem mindent tudunk rólad. Ugyanakkor a hitedről soha nem beszéltél. Nagyon érdekes, mert én még abból a generációból jövök, és a nagyszüleim által, hogy ezzel nem kérkedünk, ez egy intim dolog a templomba, tehát hogy ez egy mindegy személyes, privát dolog, de... Magánügy. Magánügy, így van. És ezért ezt én mindig a négy fal között, vagy a templomban nyilván az ember nem visz kamerákat és fényképezőgépet. Aztán nyilván, ahogy érzékeltem a világ változásait, érzékelve az értékrendet a fiatalok körében, és a gyermekem születése volt egy olyan löket, ahol... Valahol én is újjászülettem, és együtt születtem meg Hanna Rózával, és azt éreztem, hogy erről beszélni kell. Ezen nincs mit szégyelni, sőt, nagyon sokszor voltak olyan helyzetek az életemben, hogy 16 éves koromban belekerültem ebbe a körforgásba, és a vidéki millió, amiből én érkeztem, a tájszólásom, a paraszt családi létem, láttam, hogy gúnytűztek belőle például. És ez neked rosszul esett? Nekem nagyon rosszul esett. Ez engem kifejezetten traumatizált, amin belső munkát kellett végeznem. És én pedig ezt le akartam tagadni ezért, mert azt gondoltam, hogy ezért engem lenéznek. Cikki. Bizonyos körökben, és ez így is történt egyébként. És ahogy értem meg, és történtek velem csalódások az életben, meg velem is voltak olyan pillanatok, amikor az ember megérzi a halál szelét. És akkor valamiért azért az embernek vannak olyan élményei, isteni élményei, amit nem lehet szavakkal megfogalmazni. Ez a halálszele, ez mit? Erről mesélj nekem egy kicsit. Sajnos nekem is voltak olyan egészségügyi gondjaim, ami miatt kórházba kerültem, és kaptam egy tüdőembóliát, amikor is kb. Tényleg az utolsó pillanatban kerültem kórházba, és akkor már éreztem, hogy félig nem itt vagyok. És akkor volt egy olyan élményem, amikor azt éreztem, hogy Istenem, mi emberek, semmit nem tudunk a világról, és olyan fölösleges dolgokon akadunk fenn, és hogy nem hiszünk, amikor ilyen dolgok vesznek minket körbe. És akkor ahogy haladtam az évek során, én ezt egyre jobban vállaltam fel, mert olyan tapasztalásaim voltak már a színpadon is. Tavaly is például egy duett dalom a Jocival közös, Pápa Jocival közös dalom alatt, amit nem tudok szavakba önteni. Tudod, mi az érdekes, hogy bárkinek, akinek mondtam, hogy jön a Tóth Gabi és beszél a hitéről, mindenki így felhúzta a szemöldökét, hogy Tóth Gabi, ránézünk, és Tóth Gabi az nem egy, hogy mondjam, szokásos hívő művésznő. Érdekes, mert én mindig próbáltam ezt külön szedni, mert van egy színpadi létem, ami egy szerep kvázi, ahol megélem a művészetnek bizonyos színskáláját, ahol én szerettem az extravagáns cuccokat, szeretem a tetoválásokat, nekem ez egy törzsi, ősi, kifejezési eszköz bizonyos részei az életemnek, megörökítettem ezekben. És ugye ezek összetevődtek az emberek fejében bizonyos bulvárhírekkel, és így nem gondolják rólam, pedig én világéletemben egy nagyon konzervatív csaj vagyok. Tehát amit én otthonról hozok, az számomra egy olyan értékrend, amit mindenképp szeretnék továbbadni a gyerekemnek is, mert ez adott nekem támaszt erőt, ahogy a Luca is mondta, hogy ez körülölelte az egész életemet, és ennek köszönhetem a családi hátteremmel azt, hogy sosem adtuk fel, és mindig hittel éltünk. Nem volt olyan, hogy rossz vagy rosszabb, hanem
a lehetőségekből kihoztuk a maximumot. Ahogy mesélsz, kiderül, hogy több ilyen fordulópontod volt. Igen. Én olvastam veled egy interjút, ahol meséltél egy történetet, amikor találkoztál egy lánnyal. Az most senkit nem érdekel, hogy rám milyen hatással volt ez, engem de meg kell, hogy mondjam, hogy meghatott ez a történet. Ezt elmeséled? A legjobb barátnőm, aki azóta a gyermekem keresztanyja, a Bogi, ő egy nagyon hívő lány, és egy foci meccsen ültem, egy soroksári foci meccsen, ahol téli hideg volt, és ketten ültünk a lelátón. Én ültem az egyik részén, ő egy kicsit távolabb tőlem. És hát nyilván én egy ilyen nyitottabb csajszi vagyok, oda mentem és beszélgettem, és mondta, hogy éppen most volt egy súlyos életmentő műtétje, ugyanaz történt meg vele, ami velem. És ott valami történt, valami, egy olyan kapocs született, ami egy örökké szóló kapocs, és neki nagyon nagyba köszönhetem azt, hogy a hitembe visszataláltam az utamra, és nem szégyellem, és nem kell szégyellem, és ő ebben nekem nagyon sokat segített. Luce, neked volt ilyen történeted a sportban? Én nekem talán egy ilyen, nem is visszatalálás, inkább egy hazatalálás volt az önelfogadásomnak szerintem egy következő lépcsője, ez pedig amikor beléptem a parasportba. Én nekem ez pár éve történt, és azt gondolom, hogy ez egy olyan fontos momentum volt, amikor először versenyeztem hozzám hasonló emberekkel, tényleg fogyatékos emberekkel, sérült emberekkel, láttam olyanokat, aki én vagyok, és nem éreztem azt, hogy más vagyok, hogy kilógok a sorból, hogy nem illek oda. És akkor, amikor ott velük együtt futhattam, velük együtt versenyezhettem, akkor éreztem azt, hogy hazatérek. És az az érzés, az tényleg mindent felülírt. És onnantól nem érdekelt az, hogy ezt nem tudom megcsinálni, ebben más vagyok, ez lassabban megy, nem tudom, a konyhában mondjuk, ebben meg abban ügyetlen vagyok, vagy leverek dolgokat. Onnantól tényleg nem érdekelt, mert már büszke voltam arra, aki vagyok. A sportvilága, illetve a profi sportvilága és a showbiznisz világa talán ott egy picit kapcsolódik, hogy mindkettő nagyon intenzív életet kíván, és mindkettőben, de talán a sportban kevésbé, a hitet vállalni nem könnyű. Abszolút, de hogy közben pedig az, hogy ugye ez nagyon sok külső szemlélőként egy zárt világnak tűnik, ahol minden a versenyző alá van téve, hogy ez nem egy kemény munka, tehát nem tudják felfogni, hogy micsoda mennyiségű erő, önfeladás a barátoktól, a bulikból, tehát hogy mi is állandóan ugye nyáron dolgozunk, hétvégén dolgozunk, hogy ez egy iszonyatosan kemény lélekjelenlétet kíván, mint a showbiznisz, mint a sport. Úgyhogy én azt gondolom, és nagyon jó hallgatni a Lucát, hogy vannak ilyen fiatalok, akik ennyire szép és nehéz életből ilyen erővel tovább mennek. Szerintem ezek az igazi jövőbeli példaképek, és tényleg nem szoktam ilyeneket mondani, vagy nagy szavakat használni, de nekem nagyon megérintett a történeted. És nagyon ráfér az új nemzedékre, azt gondolom, a hit. És erről beszélni, hogy ez most már ne legyen privát téma, erről igenis vállaljuk fel, és egy olyan közösségbe találhatjuk magunkat, ahol tényleg azt érezhetjük, hogy nem vagyunk egyedül. És a showbizniszben az, hogyha felvállalod a hitedet, az milyen kockázattal jár? Hú, nem is tudom, hogy ebbe hogyan menjek bele. Nagyon összetett dolog, ugye nagyon sok ütközés van, nagyon sok ateistával találkoztam ebben a szakmában, akik a pénzt hajtják, a sikert hajtják, és én meg nem azért akartam ismert lenni, hogy sok pénzem legyen, és csillogjak, villogjak, sőt, én egyébként kifejezetten rosszul vagyok attól, amikor megismernek az utcán, és nem tudom kezelni, tehát én nagyon civil maradtam a szó nemes értelmében, és én nagyon nem tudtam ezzel azonosulni, mert én csak közölni szerettem volna a belőlem jövő érzéseket, hitet, reményt, tehát hogy én nem ezért csináltam. És ez nagyon nehéz összeegyeztetni ezzel a világgal, főleg úgy, hogy tényleg az van, hogy nagyon más értékrendűek, nagyvárosiak, főleg olyanok, akik mondjuk értelmiségi családba születtek, nagyon sok ilyen családdal találkoztam, zenészekkel ezekben a körökben, és én nagyon nem tudtam hirtelen a helyemet ebben az egészben. Gyönyörű Káli medencéből, onnan a tanúhegyekből felérkeztem ide, és mindenki nagyon komoly volt, és mindenki nagyon összezárt, és én mindig kívül maradtam ebben. Ezért mit tettem? Eldobtam az identitásom, és igyekeztem megfelelni ennek a körnek, amikor is rájöttem, hogy nekem egyedül a családomnak és saját magamnak kell megfelelnem.
Hát így. Úgyhogy. Ja. Luca, neked a sportban a hitet felvállalni nehéz? Én egy kicsit azt gondolom, hogy akár a show businessben és akár a sportban is a hit egy kicsit háttérbe szorul. Viszont azt gondolom, hogy ha egy sportoló vagy akár egy előadó mögött nincsen hit, akkor az a dolog valahogy üres lesz, mert hogyha hitünk van, szerintem akkor mindenünk van. És én azt gondolom, hogy néha nem gondolnak bele tényleg az emberek, hogy mi kell ahhoz, vagy mi van a mögött, a munka mögött, ami tényleg akár kikerül a színpadra, vagy amikor mi versenyzünk, és ők csak azt látják, ami ott történik, de a mögött tényleg évek munkája van, és ahhoz pedig hit kell, úgyhogy én szerintem, hogyha valakinek ez nincsen, akkor ott egy idő után az nem fog működni. Elmondom azokat a dolgokat, amit szeretnék, vagy amiért hálát adok, és amikor beérek a célba, akkor viszont mindig tényleg felszoktam nézni az égre, és tényleg hálát adok azért, hogy azt csinálhatom, amit a legjobban szeretek. És van, hogy mondjuk volt olyan, amikor az első világbajnokságomra készültem, és utaztunk ki, hogy semmi más nem tudott megnyugtatni, csak a mi otthoni legjobb gitáros énekeink, mert egyszerűen annyira izgultam, az volt az első nagyobb világversenyem, hogy semmi más nem tudott megnyugtatni. Figyelj, nyugodtan hívjál fel, én énekelek neked ilyeneket, nagyon szívesen, mert hogyha ez megnyugtat, én nagyon szívesen énekelek jó. neked bármikor, tényleg, ha éjszaka hívsz, akkor is. Ezen múlik, hogy menjen. Ez jó. Nyertem egy magánkoncertet, bármikor eljön. Nagyon szívesen. Igen, de egyébként nagyon érdekes, hogy szerintem az ördög mindig munkálkodik, a démoni oldal az mindig a sötét oldal ott van, és nagyon sokszor azt vettem észre, nem tudom, hogy te tapasztaltad, de már, hogy amikor valaki ragyog, és a hite nagyon erősen ott van, az nagyon elijeszti nagyon sokszor azokat az embereket, akik mondjuk lehet, hogy vezető pozícióban vannak. És egy csomószor nagyon éreztem, hogy miért félnek, vagy miért tartanak tőlem. Hát nem a habitusom miatt, tehát valószínűleg nem én vagyok az egyetlen olyan ember, aki ilyen tűzről pattant, és rájöttem, hogy mindig valamiért szerintem, amikor valakinek nagyon stabil hit árad a szeméből, az egy kicsit ijesztő lehet annak, aki még a bizonytalan, és még nem tart az útjának azon a részén. Nem tudom, hogy te például lehet, találkoztál. Lehet, de hogyha azt gondolod, akkor ez egy kicsit olyan, mint egy kályha, ami mondjuk ontja a meleget, és a meleghez jönnek közelebb a fázó emberek. Bízom szóval ebben. Szerintem igen. Ez is benne van, de aki nyilván... Aki nem bírja a meleget, kimegy az ajtón. Lehet. De talán egy kicsit akkor azoknak, akik bizonytalanok, hát vagy segít, nyilván abszolút. Aki megtaszítja, annak lehet, hogy először egy kicsit magában kell rendet rakni, abszolút, és utána tud nyitni mások felé. Gabi, a te életedben ugye nemrég született a kislányod, azért ez egy nagyon nagy fordulópont, nem? Gyere, mesélj már nekem egy picit, hogy mi az, ami megváltozott ebben az időszakban benned? Nem véletlenül mondtam, hogy újra születtem, vagy együtt születtünk meg 2019. december 3-án Hanna Rózával, mert amikor rám tették, onnantól kezdve minden, ami előtte volt, nagyon furcsa, mint hogyha a saját gyerekemként néznék, saját magamra is egyébként, nagyon furcsa érzés volt. Egy kicsit ijesztő is volt először ez az elidegenedés, hogy mostantól én anya vagyok. Az önfeladás, az, hogy maga az én központuság, mint olyan, teljesen lement a hangsúly saját magamról, és minden, amitre magamra gondoltam, az azért történt, hogy neki hogy lesz a legjobb. És ezzel ezzel hirtelen, ezzel az új érzéssel szembesülni nagyon ijesztő volt, a felelősség is megcsapja az embert. És akkor például én nagyon sokat például úgy altattam a Hannit, hogy imákat mondtam neki, imadalokat énekeltem neki. Ezt akartam kérdezni, hogy a hitedben ez hogy vezetett, igen? Az van, hogy én láttam egy angyalt a kezembe, és azt éreztem, hogy ő nem csak azért jött, hogy az egész életemet megszépítse, hanem azt érzem, hogy ő innentől kezdve óv engem. Mert soha nem fogok belemenni olyan dolgokba, onnantól kezdve, hogy gyereked van, ami veszélyeztethet téged, hiszen szeretnéd látni őt felnőni. Úgyhogy ezt megérni, megélni, és vele együtt látni az ő fejlődését, egyszerűen azt éreztem, hogy nincs semmi másra szükség az életben. Tehát ennél csodálatosabb dolgot nem tudok mondani. Nincs az embertömeg a színpadon állva. Nyilván az is egy hatalmas élmény, de ezt megélni, ezt nem lehet szavakba önteni. Luca, neked, amikor mondjuk megnyerted az egyik első nagy érmedet, vagy díjadat, akkor mennyire ebben alakult át az életed, hogy ez a kicsit hasonló dolog, mint az embernek egy gyereke születik, nyilván nem ugyanaz, de mégis azért valamilyen párhuzamot lehet vonni szerintem. Egy kicsit
oda tudom tenni a párhuzamot, amikor tényleg megnyertem az első nagyobb versenyeket, én nem tudtam felfogni, szóval nekem napok, vagy inkább hetek kellettek ahhoz, hogy tényleg rájöjjek, hogy ez velem történik, ezt én csináltam, tényleg sikerült, és utána én azt éreztem, hogy ezt a sok jót, amit kaptam ugye a parasporttól, meg az összes fogyatékos sportolótól és magától, ettől, hogyha mondhatom ezt mozgalomtól, akkor én ezt szeretném visszaadni. Úgyhogy a jövőben tényleg akár a sportpályafutásom befejezése után én nagyon szeretnék ezért az ügyért tenni továbbra is, hogy minél jobban egy egyenlő társadalomban élhessünk, és a fogyatékosoknak is ugyanazok a jogok járhassanak, és azt hiszem, hogy az emberek talán egyre jobban nyitnak e felé. Kicsit térjünk a kongresszusra rá. Ti vállaltatok egy-egy önkéntes szerepet. Miért? Egyrészt tényleg leszámítva most, oké, a pandémia is egy nagyon nehéz időszak volt, amiben az emberek tényleg, mint a sivatagban a víz, tehát szomjazzák, éhezik azt, hogy valami feltöltse a lelküket, és reményt visszakapjanak. Nagyon sok ember lett beteg, vesztette el a szeretteit, vesztette el a munkáját. Nyilván ez is nagyon motivált, hogy imadalokon keresztül például én ezáltal is tudjak egy kicsit adni. Nagyon sok embernek visszaigazolásból sikerült adnom, és ez nekem nagyon-nagyon csodás élmény volt. Ezért is hívtak meg téged, nem? Ezért így van, mert én önként maga a Facebookra, illetve a közösségi oldalaimra elkezdtem feltölteni imadalokat, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, és ezáltal kaptam az önkéntes hírnöki felkérést, aminek én annyira örültem, komolyan, mintha életem legjobb állásinterjúrára mennék. Most konkrétan úgy éreztem magam, amikor mentem a fotózásra is. Tehát, hogy végre egy olyan közösségbe kerülhettem, ahol nem különböztetnek meg azért, nincsenek a sztereotípiák azért, mert mi volt a bulvárban, vagy milyen ruhákban, vagy extravagáns vagyok. Tehát, hogy nem éreztem ezt, hanem egyszerűen érzik a lelkemet és a hitemet, és én ezt annyira egy biztonságérzet uralkodott el rajtam, ahogy megérkeztem az első ilyen közös találkozásra, hogy nagyon hálás vagyok, hogy részre lehetek ennek. Én amúgy most érzem ezt a békét, és nem tudom, tényleg nem tudom így szavakba önteni. Mm. Nekem igazából most egy kicsit a cserkész énem jön elő, mert én amúgy az is vagyok, és én csak szerettem volna segíteni. És mégis ezzel azt gondolom, hogy azzal, hogy tudunk adni, ezáltal én is több leszek, és tényleg ugyanezt a békét érzem ilyenkor, mert szerintem ez az egyik legjobb érzés, amikor tehetsz valamit egy jó ügyért, és neked szinte semmibe se kerül, és tényleg láthatod a többi ember arcán, hogy ők is boldogok, és ez őket boldoggá teszi. Úgyhogy nekem igazából ennyi volt így különösen az indokom, valamint 2 évvel ezelőtt én önkéntesnek jelentkeztem, viszont ugye a Covid ezt átírta egy kicsit, valamint akkor nekem még nem volt biztos az, hogy utazhatok a paralimpiára, úgyhogy akkor szerettem volna önkéntesként részt venni a kongresszuson. Viszont így, hogy a Covid átírta, és eltelt 1 év, ugye önkéntesnek már nem tudtam menni, mert közben jött a paralimpia, de így, hogy önkéntes hírnöként ott lehetek, mert remélem, hogy amilyen rendezvény lesz, azon ott tudok lenni. Így igazából azt gondolom, hogy ennek így kellett lennie. Ti mire számítotok azzal kapcsolatban, hogy a kongresszus az mit fog adni, hogy mondjam, Magyarország számára? Én nagyon remélem, hogy fellobbantja azt a lángot a magyar emberek lelkében, ami a küzdelem, az identitásunk, a nemzettudatunkat is segíti. Tehát nekem ez nagyon fontos. Hanna Rózának is nekem az egyik küldetésemnek érzem azt, hogy a gyökereinket olyan szinten tudja merültetni benne, hogy mindig tudja, hogy miből indul, és milyen erővel, és micsoda csodálatos kultúrával, történelemmel, akár a felmenőinknek a küzdelmei harcai, amit értünk, megtettek, hogy most mi egy nagyon szabad világban élhessünk, hogy végre egy együtt lehessünk, és együtt dobbanjon meg a szívünk, és ez szerintem egy olyan energiát fog felszabadítani, amire én nagyon várom, és remélem, hogy minél többen ott lesznek együtt. Lucca, te mire számítasz? Én is valami hasonlót tudnék megfogalmazni, talán így azt tenném hozzá, hogy remélem, hogy ezután a nehéz időszak után ez az embereknek hitet tud adni esetleg, akinek ez mostanában nehezen ment, annak talán egy plusz löketet, hogy folytassa, hogy ne adja fel, hogy igenis megéri, és azt gondolom, hogy a közösségnek van egy olyan megtartó és egy összetartó ereje, ami rengeteget tud adni az embereknek, és hogy ez
talán Pestre is egy kicsit hatással lesz, és tényleg egész Magyarországra. Úgyhogy remélem, hogy ez összehozza egy kicsit az embereket. Azt gondolom, hogyha látjuk, hogy a világban mi történik, akkor nem kell lesz magyarázni, hogy a legjobbkor fog velünk ez megtörténni. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük. És az őszintességeteket. És igazából nagyon sokáig tudnánk beszélgetni. Igen, szerintem. Nagyon jó hangulatú volt, és nagyon köszönöm a meghívást, és a Lucával is csodálatos példakép tud lenni szerintem a fiataloknak. És erről beszélni kell, a személyes történeteinket el kell mesélni ahhoz, hogy az emberek érezzék, hogy nem vagyunk egyedül. Pontosan ezt akartam. Ezen a lelkünk is át fog jönni. Abszolút. Szóval az egy dolog, hogy magunkat adjuk, de amikor tényleg megnyitjuk magunkat, az teljesen más. Így van. Jöjjenek velünk. Köszönjük. Ez volt az Új Nemzedék. Mi két hét múlva ugyanitt itt leszünk. Addig is a Média Klikken visszanézhetők az adásaink. Viszontlátásra.